2014. november 19-én Erzsébet napján helyezték el Jászfényszaron a Mindenszentek plébánia és Szent Erzsébet közösségi ház alapkövét. Pontosan egy évre rá, 2015. november 19-én, szintén Erzsébet napján adták át a magasztos épületkomplexumot, melyet dr. Ternyák Csaba, egriesek is megtisztelt jelenlétével. A Szent Mise után, melyet az érsek úr celebrált, ünnepélyesen átvágták a nemzetszínű szalagot. Lovászné Török Magdolna, a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős és Vallásügyi Bizottság elnöke köszöntőjében kiemelte, mennyi mindent nyert a város ezzel az új beruházással. A tervező, a kivitelezők a mesterek munkájának, Gábor atya közreműködésének köszönhetően szépen rendezett területen állunk, kinyithattunk egy ajtót, melyen átlépve majd körbenézhetünk, bejárhatjuk új birtokunkat. Bent sétálva nézelődve gondoljuk majd végig, mennyi mindent nyertünk most, új lehetőségeket a tanulásra, a művelődésre, és nem utolsó sorban vallásgyakorlásra, közösségi programok megélésére. Pócs János országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki a városnak, hogy az egyházi iskola beiktatásával és ezzel a beruházással is egy hosszú távú cél tartott szem előtt. Ezzel a döntéssel, a plébánia felújításával, az egyházi iskola létrehozásával nem a napjainkban megszokott pillanatnyi sikerek vezérelték. Nem az a szándék vezérelte, hogy gyorsan elköltenek valami pénzt, tenni valami nagyot, ami a mai napot szolgálja, hanem pontosan azt a szemléletet erősítették, amit az érsek ugye mondott, tenni valamit azért, ami 40 év múlva is jó lesz. Szekeres Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős helyettes államtitkára beszédében példaértékűnek nevezte azt, hogy a településen a tradíciók, a vallás egy ilyen korszerű köntösben egymással harmóniában léteznek. A tradíció hogyan tud keveredni, hogyan tud egyesülni a modernitással, hiszen itt nem csak azt láttuk a mai napon, hogy hogyan tudnak szépen a klasszikus értékek, a tradíció, a hit és a hagyományok tisztelete nem csak az idősekben, hanem a felnőttekben és a gyerekekben is ötvöződni, hanem azt is láttuk, hogy egy ultramodern technika hogyan tud ezekkel a hagyományos értékekkel együtt egy új értéket, egy új szint teremteni. A beruházást magánszemélyek és vállalatok is támogatták, többek között a Samsung bútorokkal, és Spistyák Pál, az általános iskola képzőművészeti pedagógusa egy magasztos alkotással, melyet az ünnepségen lepleztek le. És halban szeliden így, mint társad leszünk. A ceremónia végén dr. Ternyák Csaba, egriesek, az úr áldását kérte a felújított Mindenszentek plébániára és Szent Erzsébet közösségi házra. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Egy ilyen közösségi háznak nem az az elsőrendű feladata, hogy ebben segítsen, hanem abban, hogy ténylegesen közösséget építsen. Hiszen a közösségnek vannak egyéb más vonatkozásai is, a vallásos vonatkozásainak egy jó részét, a liturgikus funkciókat a templomban éljük, viszont jó együtt lenni, jó bármit közösségben tenni, egy irodalmi estet tartani, megismerni egy művészt, aki ellátogat a településre, vagy egy jeles sportolót. Számos alkalom lehet, amit egy közösségi ház képes megvalósítani, amelynek mondjuk a templom nem lehet igazán jó helyszíne. Az ünnepség után a vendégek megtekinthették a felújított és kibővített épületkomplexumot, mely közel 192 millió forintból valósult meg. A patinás építmény alapterülete bruttó 1300 négyzetméter. Három réteg üveggel, a jelenkor legkorszerűbb nyílászáróival van felszerelve. A fűtéstechnikai berendezés funkcióján túl meleg vizet is előállít, nyáron pedig a légkondicionálását is biztosítja az épületnek. A Mindenszentek plébánia és a Szent Erzsébet közösségi ház kialakítási munkái 12 hónapot vettek igénybe. A fő nehézséget a boltívek, az épületben található boltívek kialakítása okozta. Négy boltív van, ezek mind egyforma azonos méretűek. Ezekben a boltívekben három réteg üvegezéssel 0,7 kH hőátbocsátó tényezővel rendelkező legkorszerűbb fa nyílászárók kerültek,
amiknek a kivitelezése ugyancsak nehézségeket okozott. Győriné dr. Ceglédi Márta polgármester beszédében is hangsúlyozta, hogy ez a modern épület önmagában semmit nem fogadni Jászfényszaru városának, míg az közösségi programok helyszíne nem lesz, és nem teremt újabb közösségeket. Egy vallásos ember, de aki nem vallásos, és abban a közegben, közösségben fog majd együtt lenni, koncertekkel lenni, egyáltalán együtt szórakozni, egyházi napot tartani, sporteseményeknek is helyt adhat, cserkészrendezvényeknek is, ami remélem, hogy újra megújul, és ez gyakorlatilag egy központja, a város életének egy közösségi központja lesz, azt hiszem ez a legtöbb, és amit adhat ez a ház nekünk. Ez egy nagyon nagy összefogás. Azt gondolom, hogy az érsek úrnak a támogató szándéka, a helyi egyháznak, az önkormányzatnak egyemberként akartuk, hogy legyen nekünk egy házunk, egyházunk. Jászfényszaru főterének újabb patinás épülete számos helyen fog visszaköszönni a jövőben, ami már biztos, hogy a 2018-as Jászkun Redemció díszünnepségét ezen a helyszínen fogják tartani.